Jó napot kívánok! Szervusztok! Én Simon Kata vagyok, az Ugló fejlesztési Iroda pszichológus munkatársa. Ez pedig a 2020. június 2-ai keddi délelőtt 11 órás bejegyzésünk a Facebookon. A mai témánk egy nagyon érdekes téma lesz, egy idegen angol eredetű kifejezés a téma, Sharing, ez lesz a téma. Ez két kifejezésből adódik, egy nagyon izgalmas határterület, és szerintem nagyon fontos Témája a mai életünknek. Két szóval áll, az első szó a share, a megoszt, milyen információkat osztunk meg magunkról a digitális közegben, közösségi médiában, illetve a parenting, a második része, ez pedig gyermeknevelési módszerekről, a szülői attitűdökről, szól, és nyilván ezek alkalmazásáról, gyakorlati alkalmazásáról. Tehát tulajdonképpen, ahogy összefoglalhatom, a mai téma az az lesz, és azt szeretném veletek egy kicsit gondolatban körbejárni, hogy mennyi információt ö, osztotok meg ö, magatokról és a gyermeketekről a közösségi médiában, és ennek tudatában vagytok-e. Ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, ugyanis... Öm, Digitális lábnyomot, lábnyomunk mindannyiunknak van. Ugye nem csak a környezetvédelem ö, szempontjából területen tudunk ö, lábnyomot számolni, hogy kinek megnyi az az energia mennyisége, az a felhasznált ö, bármilyen természeti energia ö, mennyisége, amivel amivel súlyt helyezünk ugye a Földre, hanem ez a digitális... Technológiák szempontjából is ez egy számolható mennyiség. Az, hogy mennyit posztolunk, mennyi eszközt használunk, tulajdonképpen már az is. Az, hogy például ide tartozik az is, hogy mondjuk egy Google keresés energiaügyileg mennyi energiát fogyaszt, elég sokat egyébként, annak ellenére, hogy nem vagyunk ennek tudatában. Aztán az is, hogy milyen mennyiségű adat, adatot engedünk ki. Önmagunkról a digitális közegben, és milyen információkat tudunk kontrollálni, hogy, hogy azokat mások, mások milyen információkat tudnak meg rólunk. És nem csak kifejezetten a közösségi médiában, azért gondolom ezt fontosnak, ezt a témát, mert nem csak a Facebookról, vagy az Instagramról, vagy a Twitterről tudunk ilyenkor szólni, hanem azok, azoknak is van digitális lányom, tulajdonképpen, akik ezekre a közegekre, és ezekre az oldalakra nem, nem, regisztráltak fel. Ugyanis információ nagyon sokunkról tulajdonképpen automatikusan felkerül. Felkerülnek az óvoda, a például az óvodai névsorokra, úgy az is már egy, egy több órás konferencia előadása lehetne, hogy akkor mikor, hol készülhet rólunk fénykép, és abba ugye nyilván személyiségi jogi ö, téma, hogy akkor azt hogyan engedélyezzük, hogy milyen formában kihasználhatja fel, és hogyha egyszer már kint van egy megosztott felületen, vagy megosztható, akkor onnan ki, és hogyan fogja ezeket megnézni ki akár milyen célra használhatja és felhasználhatja, elmentheti saját maga részére ezeket a képeket. Tehát ez az óvodai felhasználástól elkezdve középkori, középkori? középiskolás tablókra, iskolai versenyekre, munkahelyi csapatoknak a nem tudom, akár ilyen napjai nyilván munkahelyi honlapok, tehát nagyon-nagyon sokféle helyen közösséget is ugye nézhetjük, ugye vallásos közösségek, vagy bármi olyan tematikus um, hobbiszakör, ahol meg, és tulajdonképpen az is, ahol azok a helyszínek is, ahol megjelenünk életünk során, akár szórakozásból, akár munkahelyi elfoglaltságból, akár csak nyaralásból. Tehát tulajdonképpen, ha nevünkre, és ezt nyugodtan tegyetek ezzel egy próbát, hogy a nevet, nevetekre rákerestek, akkor vajon milyen találatok jönnek? Ugye ez nagyon sok olyan vállalkozónak ez alapvetően szinte munka napi munkaköri kötelessége is, hogy így mondjam, hogy megkeresik azt, hogy milyen oldalak említik az ő nevüket, de hogy ezt mi magunk is megtehetjük, egyszerű civil emberek, és hát elég sok mindent tudunk találni, tulajdonképpen, amiknek a tulajdonképpen a létezéséről lehet, hogy nem is ö, tudunk a többségéről, az is lehet, hogy az engedélyünk nélkül kerül neki. És akkor itt fordulnék rá, tulajdonképpen arra, hogy ha már egy kicsit elkezdjük figyelni azt, hogy milyen információkat osztunk meg magunkról tudatosan, szándékosan, akkor innen már tényleg csak egy fél lépés az átgondolni, hogy a gyermekeinknek mi az, amit, amit át tudunk adni, és hogy mennyire tudjuk őket megterhelni azzal, hogyha mondjuk a Facebookon őket mondjuk így osztjuk, az, hogy mit csinálnak gyerekként. Nyilván itt most ebben a karanténos helyzet után járunk, de hogy ebben a helyzetben is nagyon sok információt kaptunk egymás életéről, kinél, hogy zajlik ez a helyzet, hogy tanulnak otthon a gyerekek, mennyire fárasztó akár mondjuk kisebb gyerekekkel is, de nyilván nagyobbakkal is otthon lenni egész nap. És erről képeket megosztottunk, videókat, stb. Ugyanakkor érdemes ezt átgondolnunk, hogy ezek, ha már egyszer kikerülnek, és ugye a gyors visszajelzésként az ismerőseink lájkokat, Adnak rá, megjegyzéseket írnak rá, vagy akár meg is osztanak, de hogy utána mi ezeknek a sorsa, tulajdonképpen örökké ott maradnak a nevünk mellett, és, és tulajdonképpen a gyerekeinkről is, akik megjelennek benne, ők, mint szereplő, ők is tulajdonképpen, ha nagyon akarjuk, akkor visszakereshetőek lesznek. Mit szeretnénk? És nem tudom, hogy ti ezen gondolkoztatok-e már, nekem ez egy nagyon-nagyon szívügyem ez a kérdés, hogy mit szeretnénk, hogy a gyermekeink teljesen kimaradjanak ebből a digitális világból, vagy pedig tudatos felhasználói legyenek, akik, akik tudatos döntéseket is hoznak. És hogy érkezzenek meg ebbe a világba? Ugye ránk tulajdonképpen, akik most felnőttként használjuk ezeket a közösségi felületeket, és tulajdonképpen az internetet is, saját kárunkból tanultuk meg, ránk ömlött minden. Nyilván először a közösségi média még nem, de hogy ahogy ezt megtanultuk, ennek is van egy nagyon hosszú története, hogy akkor az informatika órák az iskolákban, általános és középiskolákban mennyi, mennyit, mennyit értek, és hogy ezt hogyan haszt, tudjuk használni a mai munkánk során, meg az életünkben de hogy ez a gyerekeinknek is nyilván elérhető ez az oktatás, az nyilván már más kérdés, hogy nekik már más készségeket kell elsajátítani, és sokkal több mindenben ügyesebben is használják ezeket a közegeket, azonban felnőttként, és itt van ennek a serenting témának a parenting része, hogy mi tudjuk ezt, tudunk segíteni nekik ebben, hogy ne rájuk zúduljon az internetnek és a közösségi médiának a nagy hulláma, hogy ez ne legyen megterhelő. Tudnak-e tiszta közegbe érkezni, így nyilván idézőjelesen értem, tiszta közegben érkezni a gyerekeink, azzal, hogy mondjuk előzetes információkkal mondjuk nem, nem, nem terhelt az ő digitális életük. Van pár ismerős, akinek, aki már a gyerekei részére már külön Facebook profilt üzemeltet, és már be is jelentkezik, sőt, már posztol is úgy, hogy meg is rá is mutat, és be is tegeli a saját gyerekét. Érdemes ezen elgondolkozni, hogy mondjuk egy 6-8 éves gyerek, amikor mondjuk jobb esetben mondjuk 3-4-5 év múlva megkapja ezt a Facebook profilt, és végignéz rajta, akkor ő azt nem a saját ízlésére alakíthatja, hanem ott már megvan ágyazva egy csomó dolog, amit nyilván a szülei gondoltak fontosnak megjegyezni róla a külvilág számára. Meg tudjuk-adni -e gyerekeinknek ezt a szabadságot, hogy ők a digitális közegben is eligazodjanak, lesz-e nekik mankó, és tudnak -e ebben tisztán indulni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok civil mozgalom gondolkozik most erről a témáról és nagyon jól is teszik, és nagyon sok figyelemfelhívó cikk, publicisztika jelenik meg erről a témáról. Keressetek mindenképpen rá, és gondolkozzatok erről, mert azt gondolom, hogy a gyerekeknek valószínűleg, és nem is valószínűleg joga van a teljes információhoz, és ahhoz is, hogy ők maguk alakítsák ezt a digitális lábnyomukat. Ha tudunk ebben nekik segíteni, akkor miért ne segítsünk, és a mi ö, hétköznapi, pillanatnyi, ö, lájkok utáni sóvárgásunk tud-e ennél kisebb lenni, vagy hátrébb tudjuk-e szorítani, annak érdekében, hogy, ö, hogy ők mondjuk egy-két-három év múlva ezt ö, tisztán és örömmel tudják élvezni. Szerencsére rengeteg sok útja, módja van annak, hogy a családunkkal, a barátainkkal megosszunk információt magunkról. Én azt gondolom, ha tudatosabban tudunk posztolni, akkor ez egy nagyon-nagyon nagy segítség tud lenni a következő generációnak is, illetve önmagunkkal is jót teszünk, és magunkról is tudatosabban tudjuk alakítani a képet. Köszönöm, hogy meghallgattatok, szerintem még biztosan fogok ilyen digitális témában nektek témákat gondolkodni valót hozni. Szép napot kívánok mindenkinek! Az online program a Vekop 7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 0004-es számú a zuglói lakosság egészségfejlesztése Című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.